Szóltak a dezek a Tolnai utcán, és akik fújták az idei Brass Vegas Fesztivál fúvózenekari napjának résztvevői. A kezdeményezés 7 esztendős, igaz ebből 2-t meghiúsított a Covid-járvány, de fiatal kora dacára a zenei találkozó belopta magát a tolnaiak szívébe, amit az is jól mutat, sokan kísérték az utcán masírozó muzsikusokat. Annak idején Tari Gergely, az ifjúsági fúvózenekar vezetője találta ki a Brass Vegas Fesztivált annak érdekébe, hogy népszerűsítse a műfajt. Én azt gondolom, ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy más zenekarok munkáját megismerhessük, kiépülhessenek olyan kapcsolatok, amikből mindenki kamatoztatni tudja a szakmai tudását. Úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség erre. És hát jó kapcsolatok alakulnak ki ilyenkor, mindig nagyon jó buli szokott este lenni, úgyhogy nagyon élvezzük ezt csinálni. Természetesen a szervezés része az minden évben kihívás. Nyilván az anyagi hátterét elő kell teremteni, mindenre kell gondolni egyszerre, tehát hogy legyen mosdó, legyen büfé, legyen minden. Úgyhogy ez nyilván valamilyen szinten kihívást jelent, de hát hál' Istennek most már nem az első, amit rendezünk, úgyhogy már megvan a rutin, hogy miután mi következik, és akkor így egyszerűbb a dolgunk már. Az évek alatt a Brass Vegas átlépte a határokat, idén is érkezett partner zenekar Tolnára, egészen pontosan Szabadkáról. A szabadkai zenekar már hát idestova 53 éve működik. Egy régi világból, egy pionír zenekarból növekedett ki, úgymond a zenekar. Hát tehát amatőr zenekarról van szó, de mindig jó kapcsolatot ápol a helyi zeneiskolával, tehát így középiskolások és alsófokú zeneiskolások is erősbítik a zenekart, valamint egyetemisták és akár profi zenészek, tanárok is. Már egy viszonylag elég régi kapcsolat fűz minket Tolnához, a karmester Tari Gergellyel a kapcsolatunk már ugye régóta tart. Hát nagyon örülünk, hogy ez a kapcsolat folyamatos, és hát nagyon örülünk mindig, amikor el tudunk ide jönni. És hát természetesen a legfontosabb ebben a közös program, a közös játék. Ők is voltak már nálunk vendégek Szabadkán, úgyhogy nagyon nagy öröm, amikor ide jövünk, mert nagyon jó a hangulat, és nagyon szívesen fogadnak minket. Ez egy külön, így lehet így fogalmazni, tehát egy külön program, hiszen erre készülünk, tudjuk, tehát mindig előre meg vagyunk hívva, és akkor egy óra hosszás műsorral készülünk. Valójában a menetelésre is külön természetesen, hisz nem minden fesztiválon vagy találkozón ugye adott a lehetőség a menetelésre, ugye arra külön készülünk. Az egy más hangulat, amikor vonulni kell az utcán és muzsikálni. Ez nem jobb vagy nem rosszabb, mint a színpadon lenni, csak másmilyen, mondta Tari Gergő. Itt ez egy kicsit ilyen karneválibb hangulat, ugye direkt akartunk egy ilyen felvonulást, hogy meglegyen ez a karneváli hangulat. A színpadi rész az pedig egy teljesen más, ott ugye egy kicsit úgy megvan a komolysága a dolognak, ott azért megvannak a színpadi trükkök, hogy mit kell bevetnünk, úgyhogy ennyiben más a kettő. Tolna befogadta a Brass Vegast, mondja a karnagy, ami talán nem is véletlen, hiszen a fúvózenekar önmagában is nagy népszerűségnek örvend a városban. Nagyon jó visszajelzések érkeznek így az emberektől, akik részt vesznek a fesztiválon. Egyre több ember látogat ki hozzánk, ennek nagyon-nagyon örülök, és hát itt azért tegnap is, ugye pénteki napon beszélgettem pár emberrel, és mondták, hogy nagyon jó a fesztivál, és hogy miért nem több napos, és hogy hívjuk meg még több zenekart, úgyhogy úgy szép irányba haladunk. Az senkit sem lepett meg, hogy SpongeBob vagy a Marvel filmek muzsikája is megszólalt a koncerten, hiszen aki ismeri a tolnaiak repertoárját, tudja, hogy előszeretettel nyúlnak a filmzenék világához. A fesztivál, ha minden jól megy, egy kicsit átalakul majd. Szombat és vasárnap szerveződik jövőre, annak érdekében, hogy még több látogatót elérjen. És várhatóan előteljesebb része lesz a programnak a jazz muzsika is.